Eladott labdákkal, elhibázott távoli dobásokkal kezdett a Falkó Szolnokon, így pedig senki sem csodálkozott azon, hogy az első negyed végén 22-11-re vezetett a palánkok alatt egyértelműen domináló hazai alakulat. A második etap elején semmit sem változott a játék képe, ennek köszönhetően pedig a tiszapartiak folyamatosan növelni tudták az előnyüket. Szerencsére a félidő végén a Falkónak is volt egy jobb periódusa, így a nagyszünetben csak 44-33 volt az állás, azaz látótávolságon belül voltak a sárga-feketék. Térfélcserét követően a házigazdák szép lassan felőrölték a vasiak ellenállását, és végül magabiztos 89-70 arányú győzelmet arattak a hajrára már hitehagyottá váló vendégek ellen. Úgy érzem, hogy jobb volt a Szolnok összességében. Az első félidőben nagyon sok üres dobóhelyzetet kihagytunk. Próbálkoztunk, tényleg nem mondom azt, hogy nem küzdöttünk, mert tényleg próbáltunk mindent beleadni, de Szolnokon itt nehéz nyerni, ma nem sikerült. A Falkó csapatából egyedül a 19 pontig jutó Pell Zoltán játéka emelkedett ki, ezzel szemben a szolnokiaknál jóval több remek teljesítmény is akadt. Összességében ez volt a hazaiak győzelmének első számú záloga. Hát ezt nem mondanám, hogy annyira sima volt, attól függetlenül, hogy nyertünk 19 ponttal, azért belülről nem volt könnyű mérkőzés. Amiben egyelőre tényleg sokkal jobbak vagyunk, az, hogy remekül eloszlanak a pontok, az, hogy 1-2-3-4-5 ember dob 10 felett. Fölényes sikerének köszönhetően a Szolnok 2-1-re vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó páros csatában. A két gárda legközelebb hétfőn kora este találkozik egymással az Aréna Szaváriában. Remélhetőleg a Falkó azon a derbin meg tudja akadályozni a bajnokavatást.